Nagy küzdelem című könyv 37. fejezet. A Szentírás védőbástya. Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz. Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala. Ézsaiás 8 rész 20 vers. Isten népének a Szentírásnál kell védelmet keresnie, a hamis tanítók befolyása és a sötétség lelkeinek megtévesztő hatalma ellen. Sátán minden úton, módon igyekszik az embert elzárni a Biblia kínálta ismerettől, mert a Biblia világos kijelentései leleplezik csalásait. Minden alkalommal, amikor Isten műve új életre kel, a gonoszság fejedelmének munkája is megélénkül. Most összeszedi minden erejét a Krisztus és követői elleni végső küzdelemhez. Nem sokára szemtanúi lehetünk utolsó nagy csalásának. Az Antikrisztus szemünk láttára viszi véghez bámulatos tetteit. A hamisítvány annyira fog hasonlítani az igazságra, hogy csak is a Szentírás által lehet különbséget tenni köztük. Minden kijelentést és minden csodát a Biblia bizonyság tételével kell ellenőrizni. Azok, akik igyekeznek Isten parancsolatainak engedelmeskedni, gúnynak és támadásnak lesznek kitéve. Csak Isten segítségével állhatunk meg. Hogy el tudjuk viselni a reájuk váró próbát, meg kell értenik Isten akaratát, igéjének kinyilatkoztatásait. Csak azok tudják megdicsőíteni Istent, akiknek helyes fogalmaik vannak jelleméről, kormányzatáról, szándékáról, és azokkal összhangban cselekszenek. Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival. Egyszer mindenki fel fogja tenni magának ezt a súlyos kérdést, Istennek engedelmeskedjem-e, vagy embereknek. A döntő óra már a küszöbön van. Szilárdan áll-e lábunk a sziklán, Isten változhatatlan igéjén. Ki tudunk-e híven tartani Isten parancsolatai és a Jézus hite mellett? Megváltunk, mielőtt keresztre feszítették, elmondta tanítványainak, hogy meg fogják ölni, de újra életre kel. Angyalok is jelen voltak-e beszélgetésnél, hogy Jézus szavait bevéssék a tanítványok elméjébe és szívébe. De a tanítványok földi szabadságot, Róma igája aloli szabadulást vártak, és nem tudták elviselni azt a gondolatot, hogy az, akiben minden reményük összpontosult, megalázó halált szenvedjen. Nem lett volna szabad elfelejteniük Jézus szavait, mégis elfelejtették. És amikor jött a próba, készületlenül találta őket. Jézus halála minden reményüket romba döntötte, mintha a megváltó nem is figyelmeztette volna őket rá. A proféciát nekünk is épp oly világosan mutatják a jövőt, miként Krisztus szavai a tanítványoknak. Az ige tisztán feltárja a kegyelemidő lezárulásához fűződő eseményeket, és azt, hogy miként kell a nyomorúság idejére felkészülnünk. De a tömegek nem értik ezeket a fontos igazságokat, mintha Isten ki sem nyilatkoztatta volna őket. Sátán résen áll, hogy elragadjon minden benyomást, amely az embert bölcsé teheti az üdvösségre. És a nyomorúság idején sokan készületlenek lesznek. Amikor Isten olyan fontos intéseket küld az embernek, hogy az ég közepén szálló szent angyalok által hirdetett üzenettel ábrázolja, akkor mindenkitől, akinek értelmet adott, megkívánja, hogy figyeljen az üzenetre. A fenevad és képe imádásáért járó félelmes büntetés, Jelenések 14 rész 9-től 11-ig, késztessen mindenkit a proféciák szorgalmas kutatására. Mindenkinek meg kell tudnia, mi a fenevad bége és miként kell elhárítani. De a sokasság elfordítja fülét az igazság hallásától, és a mesékre figyel. Pál apostol a végső idő felé tekintve kijelentette. Lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedhetik. Timóteus második levél 4 rész 3 vers. Ez az idő már itt van.
A tömegeknek nem kell a Biblia igazsága, mert keresztezi bűnös, világot szerető szívük vágyait. Sátán pedig gondoskodik a nekik tetsző tévedésekről. De Istennek lesz egy népe a földön, amely minden tanítás normájának és minden reform alapjának a Bibliát és csakis a Bibliát tartja. A tudósok nézetei, a tudomány következtetései, a többség hangja, az egyházi zsinatok hitvallásai és határozatai, amelyekből oly sok és sokféle van, mint az általuk képviselt egyházakból külön-külön és együttvéve sem tekinthetők bizonyítéknak, egyetlen hitpont mellett sem ellen. Mielőtt bármilyen tantételt vagy előírást elfogadnánk, kérdezzük meg, hogy mit szól hozzá az Úr. Sátán az emberek figyelmét Isten helyett folyvást emberekre igyekszik terelni. Ráveszi őket, hogy a Szentírás kutatása helyett püspököktől, lelkészektől, teológiai professzoroktól kérdezzék meg, mi a kötelességük. E vezetők befolyásával pedig úgy irányítja a tömegeket, ahogy neki tetszik. Amikor Jézus eljött, hogy az élet igéit szólja, az egyszerű emberek boldogan hallgatták, és sokan, még a papok és a főemberek közül is hittek benne. De a papság feje és a nemzet vezetői tanításait kész akarva kifogásolták és elvetették. Bár minden ellene koholt vágyukkal kudarcot vallottak, és bár Jézus szavaiban érezhető volt a menny hatalma és bölcsessége, ők mégis az előítélet mögé bújtak, és Messiás voltának legvilágosabb bizonyítékát sem fogadták el. Különben minden bizonnyal tanítványai lettek volna. Jézusnak ezeket az ellenségeit az emberek gyermekkoruktól kezdve tisztelték, és már megszokták, hogy tekintélyük előtt vakon fejet hajtanak. Hogy lehet, kérdezték, hogy főembereink és tanult írástudóink nem hisznek Jézusban. Ha ő volna a Krisztus, e kegyes emberek hinnének benne. E tanítók befolyására tagadta meg a zsidó nép megváltóját. Ma is sok szenteskedő ember tükrözi azoknak a papoknak és főembereknek a lelkületét, akik nem hajlandók megvizsgálni, hogy mit mond a Szentírás korunk különleges igazságairól. Hivatkoznak gazdagságukra, népszerűségükre, nagy létszámukra, és közben megvetik az igazságnak azt a néhány szegény, népszerűtlen képviselőjét, akiket vallásos hitük elkülönít a világtól. Krisztus tudta, hogy az a hatalom, amelyet az írástudók és a farizeusok indokolatlanul bitorolnak, nem fog megszűnni a zsidók szétszoródásával. Profétikus szemmel látta, hogy emberek tekintélyét fogják a lelkiismeret mércéjévé tenni. Ez a törekvés súlyos átokként nehezedett az egyházra. A félelmes átkot, amelyet Jézus az írástudókra és a papokra mondott, és intését, amellyel óvta a népet e vak vezetők követésétől, feljegyezték a későbbi nemzedékek okulására. A római egyház a papság számára tartja fenn a Szentírás magyarázatának jogát, azzal az indokkal, hogy csak egyházi személyek illetékesek Isten igéjének magyarázására, visszatartotta a Bibliát a köznéptől. Bár a reformáció mindenkinek felkínálta a Szentírást, a Róma által képviselt elv a protestáns egyházakban is tömegeket tart vissza a Biblia személyes kutatásától. Azt tanulták, hogy fogadják el a Biblia tanításait úgy, ahogy az egyház tanítja, és az emberek ezrei félnek elfogadni azt, bármilyen világos is a Szentírásban, ami ellentétben áll hitvallásukkal vagy egyházuk hagyományos tanításaival. Annak ellenére, hogy a Biblia óv a hamis tanítóktól, sokan szívesen rábízzák üdvösségüket a papságra. Ma emberek ezrei, akik vallásosnak mondják magukat, csak azzal tudják megokolni, mit miért hisznek, hogy vallási vezetőiktől így tanulták.
szinte nem is figyelnek a megváltó tanításaira, és fenntartás nélkül elhiszik a papok szavait. De vajon a papok tévedhetetlenek? Hogyan bízhatjuk lelkünket vezetésükre, ha Isten igéje alapján nem látunk bennünk fényhordozót? Sokan azért követnek tanult embereket, mert nincs erkölcsi bátorságuk ahhoz, hogy letérjenek a világ kitaposott útjáról, mivel kényelmesek ahhoz, hogy saját maguk kutassanak. A tévedés láncai menthetetlenül megkötözik őket. Látják, hogy a korunknak szóló igazság világosan kiolvasható a Bibliából, és érzik is, hogy a Szentlélek ereje kíséri hirdetését, de a papság rosszallása elfordítja őket a világosságtól. E becsapott lelkek, értelmük és lelkiismeretük meggyőződése ellenére nem mernek másként gondolkozni, mint a lelkész. Az egyéni véleményüket, örök érdekeiket feláldozzák más hitetlenségének, gőgjének és előítéletének oltárán. Sátán sokféle módon használja fel az emberi befolyást fogjai megkötözésére. Tömegeket nyer meg magának azzal, hogy az érzések sejem szálaival Krisztus keresztjének ellenségeihez köti őket. Bármilyen kötelék legyen is ez, szülői, gyermeki, hitvesi vagy társadalmi, az eredmény ugyanaz. Az igazság ellenségei felhasználják befolyásukat a lelkiismeret irányítására, és a hatalmukban tartott lelkeknek nincs elég bátorságuk vagy önállóságuk ahhoz, hogy a saját belátásuk szerint teljesítsék kötelességüket. Isten dicsősége elválaszthatatlan az igazságtól. Nem lehet Bibliával a kézben hamis nézetekkel dicsőséget adni Istennek. Sokan állítják, hogy nem számít, mit hiszünk, csak éljünk becsületesen. De az életet a hit alakítja. Ha a világosság és az igazság hozzáférhető számunkra, de mi nem igyekszünk meglátni és meghallani, tulajdonképpen elutasítjuk és a sötétséget választjuk. Van olyan út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak útja, Példabeszéd 16 rész 25 vers. Amikor minden lehetőség megvan Isten akaratának megismerésére, a tudatlanság nem mentség a tévedésre és a bűnre. Az az utas, aki útkereszteződéshez érve figyelmen kívül hagyja az jelzőtáblát, és a szerinte helyes utat választja, bármilyen jó szándékú, minden valószínűség szerint a rossz úton fogja találni magát. Isten azért adta nekünk igéjét, hogy megismerjük tanításait. Azt akarja, hogy mi magunk keressük, mit kíván tőlünk. Amikor a törvénytudó ezzel a kéréssel fordult Jézushoz, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem, a megváltó a Szentírásra hivatkozva ezt mondta: a törvényben mi van megírva, mint olvasod. A tudatlanság nem mentség, ez nem menti fel az Isten törvényének áthágásáért járó büntetés alól sem az ifjút, sem az öreget, hiszen kezükben van a törvény elveinek és kívánalmainak hiteles ismerete. Nem elég a jó szándék, nem elég azt tenni, amit az ember helyesnek vél, vagy a lelkész helyesnek mond. Üdvösségünk forog kockán. Minden embernek személyesen kell kutatnia a Szentírást. Bármilyen erős is a meggyőződése, bármennyire is bízik abban, hogy a lelkész tudja, mi az igazság, nem építhet rá. Van egy térképe, amelyen fel van tüntetve a hazafelé vezető út minden jelzése, nem kell találgatnia. Minden értelmes lény első és legfontosabb kötelessége, hogy megtudja a Szentírásból, mi az igazság. Az igazságot ismerve pedig a világosságban kell járnia, és mindenkit példája követésére kell buzdítania. Nap mint nap szorgalmasan kell kutatnunk a Bibliát, minden gondolatot mérlegelve, és igét igével összevetve. Isten segítségével nekünk kell kialakítanunk nézeteinket,
mint ahogy életünkért is saját magunk vagyunk felelősek Isten előtt. Számos művelt ember a Biblia legvilágosabb igazságait valószínűtlennek és homályosnak tünteti fel. Nagy bölcsességet színlelve azt tanítják, hogy a Szentírásnak van egy misztikus, titokzatos lelki jelentése, amelyet nem lehet megfejteni. Ezek az emberek hamis tanítók, nekik mondja Jézus, nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát. A Bibliát, amikor nem szimbólumokban vagy képekben, hanem világosan beszél, szó szerint kell érteni. Krisztus ezt ígérte, ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti a tudományról, János 7 rész 17 vers. Ha az emberek szó szerint vennék a Bibliát, ha nem volnának hamis tanítók, akik félrevezetik és elbizonytalanítják őket, akkor olyan munkát lehetne végezni, ami megörvendezteti az angyalokat, és Krisztus nyájába tévejgők ezrei jönnének. Amikor a Szentírást kutatjuk, összpontosítsunk rá minden figyelmünket, és igyekezzünk megérteni, amennyire Isten mélységes dolgait halandó ember felfoghatja. De ne felejtsük el, hogy az igazi tanulót a gyermek formálhatósága és alázatossága jellemzi. A Szentírás problémákat nem lehet a filozófikus problémák leküzdéséhez alkalmazott módszerekkel megoldani. A Biblia kutatásához nem szabad azzal a magabiztossággal fogni, ahogy sokan tudományos kérdéseket vizsgálják, hanem imádkozva, Istenre támaszkodva, akaratának megismerésére igazán vágyakozva. Alázatos és tanulékony lelkülettel kell a nagy vagyoktól tanulnunk, nehogy a gonosz angyalok elhomályosítsák értelmünket, és szívünket keményé, érzéketlenné tegyék az igazság iránt. A Szentírásnak sok olyan része, amelyet művelt emberek titokzatosnak mondanak, vagy lényegtelennek tartva, figyelemre sem éltatnak, vigasztalást és eligazítást nyújt azoknak, akik Krisztus iskolájában tanulnak. Sok teológus szándékosan nem látja meg azokat az igazságokat, amelyeket nem akar gyakorolni. Ez az egyik oka annak, hogy alig-alig érti Isten igéjét. A bibliai igazságok megértése nem annyira az értelmi képességen múlik, hanem inkább a céltudatosságon és az igaz élet utáni vágy őszinteségén. A Bibliát soha nem szabad imádkozás nélkül kutatni. Csak a Szentlélek tudja megéreztetni velünk a könnyen megérthető dolgok fontosságát, és csak ő akadályozhatja meg a nehezen érthető dolgok kiforgatását. Isten mennyei angyalokat bízott meg azzal, hogy igéjének befogadására alkalmassá tegyék szívünket, olyannyira, hogy az ige szépségében gyönyörködni, intéseiből okulni tudjunk, ígéreteiből pedig életet és erőt merítsünk. Tegyük magunkévá a zsoltáros könyörgését. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Zsoltárok 119, rész 18 vers. A kísértés sokszor legyőzhetetlennek tűnik, mert az imádkozás és az igekutatás hanyagolása miatt a megkísértett nem emlékszik mindjárt Isten ígéreteire, és nem a Szentírás fegyvereivel próbálja Sátánt legyőzni. De azokat, akik jártasak akarnak lenni Isten dolgaiban, angyalok veszik körül, és a bajban emlékeztetik őket az éppen akkor szükséges igazságokra. Tehát amikor az ellenség eljő, mint egy sebes folyóvíz, Ésaiás 59 rész 19, Isten lelke zászlót bont előtte. Jézus ezt ígérte tanítványainak, ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam néktek,
János 14 rész 26. De ahhoz, hogy a veszély idején Isten lelke eszünkbe juthassa Krisztus tanítását, előbb a szívünkbe kell zárnunk. Szívembe rejtettem. A te beszédedet mondta Dávid, hogy ne vétkezzem ellened. Mindazoknak, akik értékelik az örökkévaló dolgokat, résen kell lenniük a szkepticizmus támadásaival szemben. Az emberek az igazság oszlopait is ki fogják kezdeni. Nem menekülhetünk meg a maró gúnyolódástól és álokoskodástól, a csalárd és bomlasztó tanításoktól, a modern hitetlenségtől. Sátán minden rendű és rangú emberhez alkalmazza kísértéseit. A tanulatlan gúnyolja és csúfolja, a művelt embert pedig tudományos ellenvetésekkel és filozófikus érvekkel támadja, mindenkit azzal a céllal, hogy kételyt és megvetést keltsen a Szentírással szemben. Még a tapasztalatlan fiatalnak is van bátorságuk a keresztény alapelvekkel szemben kételyt ébreszteni. Ez az ifjúkori hitetlenség, ha felszínes is, kihat másokra. Sok embert atyái hitének kigúnyolására és a kegyelem lelkének megsértésére indít, Zsidók 10 rész 29 vers. Sok szépen induló életet, mely Isten dicsőségét és a világ áldását szolgálhatta volna, megrontott a hitetlenség átkos lehelete. Akik hisznek az öntelt emberi értelem ítélő képességében, azt képzelve, hogy Istentől kapott bölcsesség nélkül megmagyarázhatnak mennyei titkokat és felismerhetnek igazságokat, azok Sátán csapdájába esnek. A világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. A földön élő tömegek sorsa nem sokára eldől. Saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogyan élünk. Szükségünk van Isten lelkének vezetésére. Krisztus minden követőjének komolyan meg kell kérdeznie. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Meg kell magunkat alázni bőjtben és imában az Úr előtt, és sokat kell elmélkednünk Isten igéjén, különösen az ítélet jelenetein. Mély és élő tapasztalatokat kell szereznünk Istennel. Egy pillanatot sem vesztegethetünk el. Létfontosságú dolgok történnek körülöttünk. A Sátán által megigézett területen élünk. Isten őrállói, ne aludjatok! Az ellenség résen áll, hogyha tétlenkedtek és elszunnyadtok, lecsapjon rátok és zsákmányul ejtsen benneteket. Sok embert Isten egészen másként lát, mint ahogy ők gondolják. Sokan gratulálnak maguknak a bűnökért, amiket nem követtek el, és elfelejtik számba venni azokat az elmulasztott jó és nemes tetteket, amiket Isten elvárt volna tőlük. Nem elég csupán fának lenni Isten kertjében. Gyümölcsöt is kell teremni. Isten számon kér tőlünk minden elmulasztott jót, amit kegyelme erejével véghez vihettünk volna. A mennyei könyvek nyilvántartása szerint hiába foglalják a helyet, de még az ő helyzetük sem teljesen reménytelen. Az Isten irgalmát semmibe vevőket és a kegyelmével visszaélőket a türelmes szeretet még mindig védelmébe veszi. Annak okáért mondja, serkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak. Efézus 5 rész 14-től 16 versek. A próba idején fog meglátszani, kitette Isten igéjét élete szabályává. Nyáron nem lehet különbséget tenni az örökzöld és a többi fa között. De amikor eljön a tél és a fagy, az örök zöld változatlan marad, a többi fa pedig lehullatja leveleit. A kétszínű hitvallót sem lehet most megkülönböztetni az igazi kereszténytől.
de küszöbön van az az idő, amikor a különbség nyilvánvaló lesz. Ha feltámad az ellenségeskedés, ha újra úr lesz a vakbuzgóság és a vallási türelmetlenség, ha lángra lobban az üldözés, a lágymelegek és a képmutatók meginognak és feladják hitüket. De az igazi keresztény szikla szilárdan megáll. Hite erősebb, reménysége fényesebb lesz, mint amilyen a jólét napjaiban volt. Ezt mondja a zsoltáríró. A te bizonyságaid az én gondolataim. A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét. 119 Zsoltár, 99 és 104 versek. Boldog ember az, aki megnyerte a bölcsességet, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely folyó felé bocsátja a gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Példabeszéd 3 rész 13, Jeremiás 17 rész 8 versek.